Faragó Tamásnak vannak nagy mondásai, az egyik az volt, amikor azt mondja a szülőknek, hogy nem tudja ígérni, hogy olimpiai bajnok lesz a fiából, a szülőnek, de hogy minden reggel csaj mellett fog fölébredni, abban biztos lehet, hogyha vízilabdázik. Halasi Olivér életéről azt is megtudhatjuk a Krisztián könyvében, hogy fiatalon a sérülése, a baleset, a tragédia ellenére úgymond sztár lett, vagy elismert sportoló lett, a tehetsége folytán. Ezzel azért ő élt is, és nagyon sokat nőzött. Éjszakai mulatókból kellett összeszedni néha, Molerunst is említi Krisztián, meg más helyekre is, és attól féltek, hogy az újpesti közeg, ahol ő felnőtt, azok a vagányok, azok majd eltérítik a sporttól. De ő valahogy össze tudta ezt hozni, ami azért a mai világban kicsit nehezen elképzelhető, hogy valaki hetente többször éjszakázik, és mellette a világ egyik legjobb sportolója. És az, hogy úszásban is bajnok tudott lenni, és vízlabdában is, akkor is, ha más volt, akkor a konkurencia, mint ma mondjuk a világ élmezőnyében, de az is hatalmas teljesítmény mindenképpen. Nem adta föl, nem szürkült bele valami önsajnálatba, hanem igenis két területen lett végül is világsztár.